egy nap én ide ki fogok jutni. Az egyik első számú legnagyobb álmom az, és így a bakancs listán egy nagyon magas helyen az van, hogy jussak el a világ egyik legnagyobb fesztiváljára, és a hozzám legközelebb álló fesztiválra, ami nem más, mint a Tomorrowland. És ma, 2018. szeptember 13-án ültem a szobámba, és elhatároztam, hogy ez ne csak egy álom legyen, hanem valósítsuk meg. Szóval a mai nap elhatároztam, hogy minden bele fogok adni, hogy megvalósítsuk. Szóval a mai naptól kezdve minden, de te minden meg fog tenni annak érdekében, hogy elérem ezt a célomat, és ő végigviszek titeket ezen az egész utazáson, hogy milyen lépéseket, milyen kapcsolatokat, mennyi munka és mennyit fogok ezzel dolgozni, hogy ezt így elérjem magamnak. Szóval ja, ez egy hosszú utazás lesz, de hogyha látjátok ezt a videót és fent lesz, akkor ez azt jelenti, hogy meg lesz és hogy sikerült. A célom ezzel az egésszel pedig az lenne, hogy bebizonyítsam nektek, hogy tényleg akár mekkora célt, vagy akár mekkora álmot tűztök ki magatoknak, ha sokat megdolgozol érte, és kellőképpen teszel azért, hogy elérd, akkor semmi sem lehetetlen, de tényleg semmi. Bízok benne, hogyha én is mindent meg fogok ezért tenni, hogy sikerüljön, akkor sikerülni is fog. A mai napán megtettem olyan lépéseket, hogy beregisztráltam ide egy ilyen Tomorrowland Hungary-s pakra, szóval ami meg lesz ez a csomag, én lesz az egyik első, aki értesül róla, illetve be is léptem ilyen Tomorrowland Hungary-s csoportokba, hogy azért tudjam, hogy nagyjából miket kell így csinálni, stb., meg hogy így hogyan működik ez az egész. Ez az egész budget nekem kb. Egy olyan 200 ezer forintból jönne ki, ami valljuk be egy 17 éves gyereknek elég sok. Főleg én ugye nem az a típus vagyok, aki minden megkap a szüleitől, meg ilyesmi, szóval szerint 100%-osan önerőből kell majd elérjem, és meg is fogom próbálni. Szóval ide így felírom nagyjából, hogy mik leszek így a célok. Olyan 675 euróból fog kb. Kijönni, ugye ebben benne van a szállás, a belépőjegy, illetve az oda meg a visszaút. Szóval akkor ne is üljünk itt tovább, hanem tegyünk meg mindent, hogy elérjük az álmainkat. Megyek elérni az álmaimat, srácok. Most volt a melót intéző, hogy elérjük az álmainkat, és Tomorrowlandben legyünk. Zsegon is elkísért, lehet ő is velem tart ezen a kalandon. Mi az, hogy lehet tesó együtt, milyen kapalom? Majd július 29-én meglátjuk. A lényeg, hogy elutasítottak, mert nem volt nálam adókártya, meg ilyesmi. Szóval még holnap napon jelentkezünk, hogy sikerült a melót szerezni, vagy majd máshol sikerül melót szerezni. De a lényeg, hogy ha jön ilyen autó, ha nem sikerül melót szerezni, bármi, ott leszünk Tomorrowlandben. Na srácok, tegnap óta visszamentem, leadtam már az adókártyát, meg minden, és most kaptam rohadt sok ilyen kis papírt. Ezek ilyen munkaszerződések, már csak meg kell csinálni egy tüdőszűrőt, egy egészségügyi alkalmi vizsgát, és utána már mehetek is be melózni, megállás nélkül, addig, ameddig nem leszünk Tomorrowlandben. Na srácok, most megyek el az üzemorvoshoz. Az a gáz, hogy az összes lapomat, meg ezeket otthon hagytam. Ezért kíváncsi leszek, hogy elfogadják-e így is. Srácok, én már sok helyen dolgoztam eddig itt suli mellett. Ugye most is suli mellett fogok dolgozni. Ezért is olyan nehéz elintézni ezeket a dolgokat. Például ma is el kellett jöjjek a suliból. Azért, hogy ezt meg tudjam csinálni. Most már lassan nem tudom, hogy a dátumokból feltűnt. Már két hete szarakodok itt ezekkel a papírokkal, meg minden. Mivel ahogy említettem, semmiféle lapot nem hoztam, ezért be kellett még az ő is menjek. Erre adnak egy időpontot időszűrőre. Úgy látszik, sose leszek kész ezzel a szarral. Pedig én csak dolgozni akarok. Ma adtak időpontot tüdőszűrésre, igen, kb. Két hétre rá, szóval most két hetet elpazaroltunk, pedig az már csomó pénz lett volna, csak hát igen, ezek is tudnak sietni az időpontadással, és ez a tüdőszűrés 2000 forintomba fog kerülni, ide felírom, hogy mennyi a jelenlegi egyenlegünk, most jelenleg mínusz 2000 forinttal kezdjük ezt az egészet, de a természetesen munkával vissza fog jönni, és reménykedjünk, hogy elérjük ezt a célt is. Na, most végeztem itt a kórházban. Kiderült, hogy még egy hetet várni kell az eredményre. De jó, szóval még egy hetet csúsztatni kell, meg elvileg azt a 2000 forintot nem itt kell befizetni, hanem el kell menni a postára. Szóval még az is most egy extra út, de azt már ma elintézem. Most voltam bent ebben.
Iszonyatosan hideg van, nem tudom miért vagyok ilyen hülye, hogy pólóba jöttem ki, de most csak úgy gyors leugrottam otthonról. Gondoltam, nem lesz ilyen hideg, még csak október van minden, de hát... Na a lényeg ez most csak egy ilyen kis gyors bejelentés, mert ide fogok fagyni. Most a jelenlegi munkával sikerült egy olyan 20-30 ezer forintot összeszedni, de hogyha minden igaz, engem most megáldott az Isten, és felkértek rengeteg helyre DJ-zni, illetve sikerült egy új munkát is keressek. Egy 5000-et le kell vonni, ugyanis ez a DJ-zés dolog nem olcsó. Igaz, a pultot azt megkaptam ingyen, viszont kellett hozzá mindenféle kábel. XLR, RCA, átalakítók, minden. Linkkábel, tökön tudja. De reménykedjünk, hogy ez a DJ-zés ez visszahozza, és eljutunk a célunkig. Itt is lenne a pult, most rakom össze ezzel a rohadt kábellel. Már 3 napja futkosok fel alá, szóval most már remélem össze fog jönni. Átjöttünk Dragonhoz gyakorolni, és lassan egy hét múlva lesz az első fellépés. Itt vagyunk Dragonnal a főpróbán. Szerintem a mai nap hoztam a legjobb hírt valaha, ugyanis 50 ezer forintnál tartottunk, és most pedig kaptam egy YouTube fizetést, ami 30 ezer forint. Egyébként nagyon ritkán szoktam YouTube-ért bármilyenféle pénzt kapni, viszont ezzel a videóval is szeretném bizonyítani, hogyha kapok, az 90%-ba vagy a videózásra, vagy az álmai megvalósítására költöm. És így az egyenlegünk 80 ezer forint, és megnéztem, hogyha nem így pakba veszem a Tomorrowlandet, hanem csak magát a bérletet, akkor az 240 valamennyi euró, ami olyan 75 ezer forint körül van. Szóval srácok, megvan a Tomorrowland bérletre a pénz. Akkor a szállás, meg az utazás, meg ezeket még valahogy finanszíroznom kell, de maga a fő dolog megvan, a többi az igazából július végéig is ráér, január 26-tól lehet majd előrendelni a Tomorrowland bérleteket. Szóval srácok, egy kis helyzetjelentés, sziasztok, február 2-a van. Múlt héten volt az első elővételes kör Tomorrowlandnél. Mondom, jó, megveszem a jegyet, hát még sosem rendeltem ilyen nagy fesztiváljegyet. 5-kor indult a jegyvásárlás, 5 óra 4 perckor mentem rá az oldalra, és full elfogyott minden. Szóval 4 perc alatt több százezer jegy elfogyott múlt héten. Ma van a második elővételes kör, egyben az utolsó. Szóval ma azt fogjuk csinálni 2 cuccal, egy iPad-del, meg egy számítógéppel, illetve majd ezzel a telóval, mivel most videózok, 5-kor kereken rámegyünk az oldalra, és így csak jut nekünk egy jegy. 2000 years later. És a második elővételes körnél sem sikerült jegyet szerezni. Ugye még egy hát a szombaton, azt hiszem február 2-án, nem tudom, az előző felvételben, hogy mi is volt az a végé, hát lényegében annyi, hogy a mostani elővételes kör is elfogyott, ami igazából azt jelenti, hogy az összes jegy, ami van, elfogyott. Igen, azért nem volt egészen eddig videó, már gondolkodtam, hogy mi legyen, mondom, összegyűjtöttem a pénzt, minden megvan, elterveztem, megálmodtam, megcsináltam, és így elfogyott az összes jegy. Őszintén nem gondoltam volna, hogy ez lesz a legnagyobb dolog, ami engem megállít, viszont mondom, én ezt nem fogom feladni, én ezt biztos nem fogom feladni. Ahogy a vlogban említettem, engem nem fog megállítani semmi. De szó szerint semmi, tényleg semmi. Semmi nem állíthat meg még is. Ezért írtam a Tomorrowland oldalára egy ilyen ekkora nagy kommentet. Igazából azt nem azért, hogy így bárki segítsen, meg ilyesmi, csak így rage-ből így kieresztettem magamból. És az a durva, hogy rohadt sokan rám írtak, így jegyekkel kapcsolatban, de mindenki ilyen 3-400 ezer forintért akarta nekem eladni a jegyeket.
Aztán sikerült most találjak egy olyan csávót, aki 600 euróért, azaz 180 ezer forintért elad nekem egy jegyet. Ami ugye 180 ezer forint szállással egy jó, csak ilyen kis sátrazó szar, de hát sátrazunk. Igen, így is rohadtul túl van árazva, mint ahogy eredetileg lett volna, de ahogy mondtam, engem nem állított meg semmi, és még mindig jobb, mint 300-400 ezer. Most jelenleg azóta még ilyen DJ-zés vagy melózgatásokból valahogy összecsortam. Annyit, hogy jelenleg 113 ezernél tartok, ami azt jelenti, hogy még egy 80 ezret kell összegyűjteni a bérletre meg a szállásra, de hát még ugye ott az út, meg ezek. Arról egyébként teljesen megfeledkeztem, hogy kezelési költség is volt, így a bérlet nem 180 ezer, hanem 230 ezer. Láthatjátok, eléggé gyengült a minőség, és nem is csak az, hogy gyengült a minőség, hanem egy ilyen hatalmas ugrás volt az előző videó, nem tudom mikor lehetett. Ugye aki követi nagyjából a csatornámat, az tudhatja, hogy elhagytam a telefonomat. És ugye egy csomó felvétel azon volt még rajta. Szerencsére a nagy részét már átraktam gépre, viszont egy csomó felvétel, amit felvettem ehhez a vloghoz, azon volt rajta. Csak próbálom elmondani, amit így az utóbbi pár felvételben, amit gyanítok én, hogy elvesztek, hogy én nekiálltam dolgozni. Most olyan keményem, tényleg suli mellett ilyen napi 5-6 órákat. Szóval azért szép, reggel 8-kor elmegyek suliba, délután 3-ig, délután 3-tól este 8-ig meló, és így kb. Ez még minden egyes nap. És most nem sajnálhatom magamat, csak mondom, hogy tényleg, hogy el akartok élni valamit, akkor igen, rohadt keményen meg kell érte dolgozni. A másik, meg az egyik legfontosabb az egész vlogból, az az, hogy meglett a Tomorrowland bérlet. És nagyon sajnálom, hogy elveszett ez az első reakciós videó, viszont utána, miután felvettem a videót, az Edernek, meg így a Zsegonéknak felvettem egy hangfelvételt, amiben még nagyon így felvérkizélve, szóval remélem ezt a hangfelvételt még valahogy vissza tudom játszani. Szóval azt most bevágom ide, ez is ilyen kb. 5 percre rá, miután megvettem a bérletet, készült ez a hangüzen. Vágod, én 2013 óta, 6 éve, a legnagyobb álmom 6 éve az, hogy kiussak oda, és egyszerűen annyira lehetetlennek tűnt, most is elfogytak a jegyek, alig van pénz, és amikor megláttam, hogy Tomorrowland jegyek, és hogy mit tudom én, megrendelve, és ott a zöld pipa, nem. Fogom fel. Tomorrowland előtt új lett a hajam, és most megyek nagy bevásárlást tartani. Az első és legfontosabb az a rövid gatya, szóval most nézegetünk itt párat. Másnap reggel van, tegnap kicsit elfáradtam, ezért inkább ma jelentkezek be. Megtörtént a bevásárlás, nem mindent a H&M-ből vettem, csak ebbe az acskóba tettem mindent. Vettem ilyen alapvető dolgokat, Martin Garrix-es dezodor, Martin Garrix-es tusfürdő, nem kell félreérteni, van itthon is tusfürdő, meg dezodorom. Viszont inkább gondoltam, hogy vettem egy külön dolgot. Ha már Tomorrowlandre megyünk, akkor azért legyen mindenből bőségesen. Még egy parfümöt is vettem. Vettem 2 darab az egyik ilyen, a másik ilyen, illetve vettem még egy fehér rövidnadrágot, és egy új pár cipőt. Viszont ma még megveszek egy-két cuccot, de a legfontosabb minden közül, srácok, lányok, ez az, amire több mint 6 éve vágyom. Itt van a kezemben, kézzel foghatóan a Tomorrowland karszalagon, ezzel tudok bejutni a fesztiválra. És itt van, megvan a jegy, igazi, beaktiváltam mindent. Srácok, holnap indulunk Tomorrowlandre. Itt vagyok a reptérem, most jöttem át security check-en, most kezdődik így realizálódni bennem, hogy ez igazi, ez most meg fog történni. Egyébként nagyon parázok, még sose repültem egyedül, és sose, szóval nagyon remélem, hogy nem cseszek el semmit, és jó étre szállok. Addig is jó étvágyat!
Srácok, megérkeztem Belgiumba, Brüsszelbe. Bőröndöket meg kéne keresnem, nem tudom, hogy hol vannak. Illetve el kéne jutni a fesztiválra, minden 30 kilométerre van, és fogalmunk sincs, hogy fogok. Itt egy Lambo, vagy mi ez? Toyota, majdnem Lambo. Történt egy olyan probléma, hogy nem tudom, hogy hogy néz ki a bőröndbe a mosi fejbe, de remélem megtalálom. Majdnem fél órát vártam a bőröndömre, ami mindig nem kaptam meg. A hangulat az viszont nagyon jó. Megyek egy kört, mert valószínűleg késnek a bőröndök. Két belga srác elmagyarázza, hogy kell odaérni Tomorrowlandre, és eljutni. Csomóan itt nyomják az ilyen én fajta zenémet, de itt is nyomják GBR-ről. Ki lehet bírni a várakozást. Bírom, hogy az egész reptér tele van ilyen Tomorrowland-es feliratokkal. Már Gerix is megy itt a háttérben. Közben egyébként meglett a bőrönd, srácok, ezeken már most iszonyatosan nagyon durván tetszik. Egyszerűen a hangulat, hogy mindenkit az én zenémet, vagy hát az én fajta zenémet hallgatja. Meg annyira látszik, hogy a világ nagyon sok pontjáról vannak itt emberek, Amerikából, miket láttam még, Svédország, Belga, hát ugye itteniek, Ázsia, nagyon, tényleg nagyon sok hallgatni. Közben ha jól látom, itt vannak. Én felszálltam egy buszra, hogy meg egyenesen visz Bumba, ahol van. Rácok, ide értem Bumba. Nagyon nem akarom elhinni. Itt mutatja, hogy itt van valahol a főbejárat, vágjátok, ott van már a fesztivál. De csak holnaptól lehet bemenni. Dreamville viszont arra van. Az pedig a camping része, ahova én most beköltözök. Rácok, majdnem 40 percet kellett sétálni ez a szarra. Olyan beledöglöttem, de ott a bejárat, még nem a fesztivál bejárat, de a kemping bejárat. Már most nagyon megvan a feeling. Már tökre örültem, hogy kezdek ideérni, erre már itt is 10 perc a sétám. Hát ha még tudtam volna, milyen hosszú séta vár rá még ezen kívül. Aztán megtaláltam, jó sörrel, kicsit tűrhetőbb lesz. És egy fél óra eltelt, mindjárt benn vagyunk. Srácok, benn vagyok. 2013 óta erre a pillanatra várok. Benn vagyok. Ez nagyon feeling, egy erdőn keresztül kell bemenni a kempingbe. Gyanítom, hogy ott lesz a kemping is. Ez nagyon jó. Most leültem egy ilyenbe kipihenni kicsit, ami nagyon-nagyon-nagyon durán feelinges ez az egész. Hey! Te mindjárt csinálok egy ilyen körbemutató videót. Csak először felépítem a sátrat. Srácok, több mint 2,5 órát idegeskedtem, de így is ennél jobban nem ment. De jó lesz, már lesz a nap. Tessék, itt van, itt fogok lakni 5 napig, 4 éjszakát. Viccen kívül vért izzadtam, mire felállítottam egyszerűen. Életemben nem voltam még sátrazni. YouTube-on egy normális videót se találtam. Magamnak kellett rájöjjek, és tényleg 40 milliárd variációt felpróbáltam. Így se a legextrább, sőt, iszonyatosan félek, hogy összedől, vagy elfújja a szél, vagy valami, már alig lettek jól beleverve az izék. De jó lesz, mert Tomorrowlanden vagyunk. Kaptam egy csajtól ilyen nagyon menő kis Tomorrowlandes. Mik ezek? Kukás zsákok, azt mondom, hogy ebbe szemetelje. Kb. 11:30-re értem be, mire szereztem helyet, megtaláltam a kempinget, megtaláltam azt a kempingre, és szóval én lehetek, és felállítottam ezt a szart, most van délután 3. Ha most 3,5 óráért Tomorrowlanden még semmit sem csináltam, itt az ideje. Ugye ma csak a camping részbe jöttek be, itt van konditerem, ki lesz egy gyúra, mire hazamegyek. Van egy kicsi színpad, ami csak a campingben van, szóval csak a campingeseknek van. Szóval ez itt ilyen városként van kialakítva a camping rész, itt lehet felót tölteni. Itt van ilyen rádió, stage-szerűség. Van itt minden, de tényleg minden, amit el tudtok képzelni. Fodrászat az ott van mögöttem, ékszerbolt van, ékség, vagy akár csak ilyen chilles helyek, ahol le lehet így ülni. Tényleg minden van, amit el tudtok, mintha egy város lenne, és ez csak a camping. Fesztivál még meg sincs nyitva. Ott is van még minden. A legfontosabb, ami mindig legyen nálatok. Fesztiválon ez a víz. Leültem ide kicsit chillálni, és igazából csak este kezdődik a buli, ez tényleg csak az ilyen beköltözős nap. Vagy hát a buli az holnap kezdődik, szóval holnap ilyenek lesz, hogy Martin vágod a kedvenc fellépőm van a Martin Garrix, itt lesz holnap. Don Diablo, Steve Aoki, Brooks, Tiesto, Chain, nagyon sokan lesz, és ez csak holnap.
aztán minden nagyon durva. Ez tehát csak az ilyen beköltözés, de már az is nagyon félünk. Srácok, bejöttem, ide gondoltam, alszok egyet, egy fél órát tudtam is aludni, de egyszerűen nem tudok. Egyszerűen onnan hallom az egyik kedvenc számot, onnan a másikat, szóval egy Reload, egy Gerrix, és minden helyről olyan zenék mennek, amik egyszerűen annyira eltalálják az ízlésen, de annyira. Szóval még az elektronikus zenén belül is pont az ilyen legkedvencébb. Visszajöttem itt a szokásos padonhoz, kicsikét eszek. Most gondoltam, kinézek egy kicsit így a fesztiválon kívül, át van valami bolt, tehát ugye megint ez a jó kis 8 milliárd óra séta, mint mindenhol ezen a fesztiválon. Nem baj, jó nagy a fesztivál legalább. Ha ez ekkora, akkor mekkora lehet maga a fesztivál? Fú, nagyon várom már holnapot. Vettem magamnak egy kis ilyet, ez sokkal olcsóbb, mint bent a fesztiválon. Ezer évig kerestem, egy padot sem nem találtam, ezért csak ide kiültem így a út szélére. Pár óra múlva meg elkezdődött a buli, két meglepetés sztár vendéggel, az első Lost Frequencies. A második pedig Afrojack. Na jó reggelt, srácok! Hiszen valahogy nagy nehezen megtaláltam a sátramat, az egyébként elég nehéz volt. Hiszen igazából ennyi. Jó van! Leszorom, felkelek, mert hát ki kell használni a napot, mert Tomorrowland, nem vagyok mennyit maga a Tomorrowland élbe, azt hiszem. Sokszor olyan durva belegondolni, hogy minden egyes ilyen kis izébe van egy ember. Szó szerint kapunk ilyet, hogy újság, amiben így le van írva, hogy mi történt előző nap, hogy mi fog ma. Hát nagyon jó, mindjárt elolvasom bent. Éppen a Chainsmokers próbálnak a nagy színpadon, bár szerintem videóban semmit sem hallani belőle. Bevásároltam itt az Aldiba. Számos itt ülök. Osszogatnak ingyen pezsgőt a bejáratnál. Ez a robja. És eljött az ideje belépni magára a fesztiválra. Srácok, beértem a fesztiválra. Már most ráz a hideg. De mindjárt megyek és megnézem a nagy színpadot. Itt is ugye kicsi bódék mindenhol, ilyen sajátosan kialakítva. Most érek oda a nagy színpadhoz, fel akarom menni a reakciómat, amikor először meglátom. Ha az, amire gondolok, azt a k***va. Hatalmas. Most alósulták, hogy itt vagyok. Ezen a színpadon lesz Gerrix. Gyerekek, én ennél feelingesebb helyet nagyon ritkán láttam. Kicsit leültem ide sörözgetni egyet. Még mindig nem hiszem el, hogy itt vagyok. Még egy sör, sose baj. Menjünk akkor vissza a nagy színpadhoz. Lassan pedig be fogok kempelni a kis színpadnál, mert ott lesz ma az összes olyan fellépő, ami tetszik. Egy-két kivétellel. Többek között Gerrix is. What's up tomorrow, yeah? Még a biztonsági őr kivette a telefont a kezemből és elkezdett videózni.
Éppen Don Diablo. Yes, Hanser is not feeling too well right now. If you guys want to say hi to him right now on the live stream, put your hands up in the sky and show what a family we have out here at Tomorrowland. This is for you, Sonny. And we will fade into darkness.
Ezután ismételten odaálltunk a backstagehez, hát a sikerrel járunk és tudunk vele újra találkozni, aztán meglátott és ismételten szó nélkül odajött hozzánk. És így sikerült megcsináljam vele a harmadik képemet is. Most keltem. Ma nagyon álmos vagyok, de fel fog pörögni, hiszen tomorrow landben vagyunk. Tegnap leültünk egy asztalhoz, és tök hirtelen a hajnali egyből reggel 6 lett, olyan jól átdumáltuk. Nekem ez volt az 5. Garrix koncertem, és kétségen kívül ez volt a legjobb. Ma pedig fú, rengeteg fellépő lesz, és vele sem merek gondolni, hogy hogyan megyek el, mert aldoklok. De megoldjuk. Sosem elég korai elkezdeni. Most meg be a fesztiválra kicsit azért lássuk is, mert tegnap egyből színpad így út. Bejöttem valami random színpadhoz, és rohadt menő néz ki. Most fogok felülni arra a nagy zére. Nem tudom, mi van velem. Egyszerűen már egész a olyan fáradt vagyok, hogy azt mondom, hogy nem élvezem, de nehezen élvezhető, mint tegnap. A legkisebb színpad az összes közül. Na most bejöttem ide pihenni a sátorról pár órát, nagyon fúj a szél. Most már kicsit felé lettem. Ilyen üresnek se láttam még az utóbbi 2-3 napban a kempinget. Hát ja, látszik, már mindjárt este 8 óra van, mert még csak most megyek. De végre így kipihentem magam aztán, és már élvezhetem a bulit. Felé van minden most ilyen biciklisekkel, de ilyen kisgyerekek is vannak, és itt nem vágom, hogy itt mi történik. Nyilván túl messze nem megyek a nagy színpadtól, mert azért érdekel, de a közönségbe most sem akarok bemenni, mert kell az energia Dimitri Vegas and Life Mike-ra, illetve DJ Snake-ra. Sokszor csak így nézem a nagy színpadot, és annyira felfoghatatlan, mert mindig, hogy itt vagyok, basszus. Olyan Armin!
take a motherfucking march, bro. 3, 2, 1, go! Kérdés, amikor még el se kezdődött, de már nyitják a fogók. Hát ez tomorrow. Látok, ez életem egyik legbrutálisabb koncertje, basszus. Életemben nem láttam még ilyet, hogy a DJ összes dropjánál ekkora fogó. Ezt imádom, hogy ők itt csinálnak bulit maguktól, attól függetlenül bezár. Szép jó reggel, srácok, itt vagyok Dreamville-ben. De most ilyen tök fit vagyok, mert minden szám. Szóval nagyon adja nekem most a mai hangulat, nagyon ma lesz Kashmir, meg Timmy Trumpet, nagyon várom. Tegnapiról nem tudtam élmény beszámolót tartani, mert mentünk afterozni ugye. De azért, mert fáradt voltam. DJ Snake, srácok, én ilyet még nem tapasztaltam. Dimitriék is iszonyatosan jók voltak. Az a baj, hogy mindenkire azt mondom, hogy az egyik kedvencem volt, hogy tényleg eddig csak jó fellépők voltak. Szóval olyan, így eddig összegezve első nap, Tali Garrix-el, Stampede Stage, minden 10 per 10. Ez a Dimitri Vegas Like My DJ Snake Combo, szintén 10 per 10. Hát meglátjuk, hogy a mai nap milyen lett. Most pedig megyek boltba. Közben kijöttem itt kicsit így körülnézni, milyen is Belgium igazából. Szóval nagyon feelinges helyek vannak itt. Ide jöttem egy random kocsmából, végig Garrix zenék mennek. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki egészen eddig nézte a videót, szóval ha te még mindig itt vagy és nem kattintottál el, akkor írd le a komment szekcióba azt, hogy álmok léteznek. És hogyha leírtad ezt a komment szekcióba, akkor tudni fogom, hogy te átérzed a videó lényegét és végignézed. És ezt nem mondjátok el senkinek, mert akarom tudni, hogy kik azok, akik valójában végignézik. Szóval ha eddig láttad, írd le a komment szekcióba, és köszönöm szépen, hogy ennyire tetszik neked ez a videó, hogy egészen idáig is még mindig nézed. Na de nézzük is meg, milyen volt Robin Schulz. This is power.
DJ, you say Carnage, DJ, Carnage, DJ, Carnage. When I say Timmy, you say Trumpet, Timmy, Trumpet, Timmy, Trumpet. When I say Cash, you say Mirror, Cash, Mirror, Cash, Mirror. Motherfucking birthday, brother, I love you so much. It's not my fucking birthday today! Majd végül Trumpetot is sikerült elkapni a nagy színpad backstage-énél. Majd sajnos, ahogy minden fesztiválon, itt is elérkezett a nagy finálé, amit a hatalmas DJ trio 3R Legend szolgáltatott nekünk az utóbbi 15 év legmeghatározóbb elektronikus zenéivel. Itt érkezett el az egész fesztiválnak a lezárása, ami iszonyatosan meghatott. 15 years of music lie behind us, and a century of stories before us. Make sure the story you write for yourself is unique, and make every second of your life legendary. The Book of Wisdom will now close, but inevitably, it will open up again in the future. Until then, people of tomorrow, thank you for writing your story. Live today. Love tomorrow. Unite forever. Reggel, srácok, hát ma már nem olyan boldogan indul a reggel. Tegnap végig bőgtem a koncertet. Iszonyú szép volt, de tényleg az ilyen legikonikusabb EDM zenék mentek. Ez a koncert volt az, ahol igazán felfogtam, hogy Tomorrowland-ben vagyok, mert ez a zárás egyszerűen olyan tökéletes volt. És amikor így bezáródott a könyvén, akkor fogtam fel, hogy én így itt voltam, és hogy vége. Este könnyezve feküdtem le, ma könnyezve keltem fel. Egyszerűen még mindig annyira felfoghatatlan, hogy itt voltam, és nem szeretek panaszkodni, de olyan rossz, hogy így 6 éve erre vártam, és úgymond vége. Egyszerűen minden fesztiválon elfáradok, de itt valami egyszerűen annyira otthon éreztem magam. Egy hónapot el tudnék itt tölteni. Még itt az utolsó pár órám a kempingbe, egy jó sörrel. Ne értsetek félre, nyilván életem legjobb élménye volt, csak most jön a szar, hogy vége. De majd, amikor már felfogta, hogy mi a franc is történt most. Egyszerűen tényleg olyan gyorsan történt minden, hogy szinte... Még tényleg utcsó nap, utcsó koncertem volt, az az igazi pillanat, hogy basszus, én tényleg itt vagyok, és már is vége, és hát. Na
most már csak ezt kell itt valahogy leszennem, aztán jár. 2000 years later. Srácok, valahogy befértem a bőrönbe. Igen, jó, nehéz, nem tudom, hogy csináltam. Olyan szar, nincs már sátor, nincs egy szomszédom. Találtam szerencsére egy buszt, ami levisz Brüsszelbe. Ide értem a reptérre, még van 6 órám a gép. Találom, jó. Látszok, a repülőtéren szó szerint van akta. Ilyen is csak arról lennem van. Ez kikúrt reptéren, vágjátok? Egy reptéren. Ilyen egy belga reptér. Ahogy itt a hangulatomon is láthatjátok, többet nem nagyon volt kedvem videózni, viszont most összegezzük is, hogy mi történt. 2013-ban elhatároztam, hogy megyek. 2018. szeptemberében elkezdtem tenni az ügy érdekéért, és elkezdtem dolgozni. Kétszer nem sikerült jegyet szerezni, ez sem állított meg. Majd egy hosszú utazás után, ezer évnyi keresés és sétálás után eljutottam a fesztiválra, és végig buliztam mindhárom napot a kedvenc helyemen a világon. Találkoztam a példaképemmel ismételtem, szereztem új barátokat, jobban éreztem magam, mint valaha. Még egyszer szeretném nektek elmondani, hogy semmi sem lehetetlen, mindenért csak tenni kell, és egyetlen egy szóval szeretném zárni ezt a videót. Megcsináltam.